Lajos, még egy hete sincs, hogy ugyanezen a helyen beszélgettünk. Most ismét egy kapitális harcsa miatt vagyunk itt. Beszélj erről a halról. Örülök ismét ennek a csodaszép fogásnak, amit a mai nap sikerült, hogy ebből a csodaszép tóból ismételten megfognom. Ennek a halnak a súlya ez 69 kg volt és 215 cm hosszú. Annyiban különbözik a múltkor nemrégiben fogott haltól. Ez lényegesen erősebb, robosztusabb húzásai voltak, sokkal erősebb volt, hosszabb távolságra húzta le az orsomról a zsinort, amit igen erősen kellett visszahúznom. Igazából egy 40 perc alatt sikerült a halat megfognom úgy, hogy belenyúlva a szájába kihúztam a partra, és akkor ismételten hívtam a telefonszámodat. A felszerelés ugyanaz volt, mint az előző halnál? A felszerelésem ugyanaz volt, mint az előző halnál, 2 méter 10 cm-es harcsázó volt, ami kimondottan ugye ezekre a fajta horgászatokra van ki. Spécízve 80-as honodzsinor és a jól bevált giliszta csokor volt a csali jelen esetben is. A helyszín is azonos volt. Mi a titka ennek a helyszínnek? Ennek a helyszínnek talán az lehet igazából a titka, hogy jó a vízmélység, van megfelelő víz a partszéleken, és bátrabban kijönnek a nagyobb testű halak. És miért jönnek ki ezek a nagyobb testű halak? Ezek a nagyobb testű halak leginkább a kis halak után jönnek ki partszélbe, küszívásokra és az egyéb kisebb fehér halállománynak az ívására jönnek ki a partszélbe. Tehát még mindig tart az ívás, és itt táplálkoznak ezek a harcsák. Még mindig tart a küszívás, és hát ennek nagyon örülök, és az én többi harcsaorgász barátom is gondolom örülnek. A hal kilót néhányat eltekintve és centit ugyanakkora volt. Mégis akkor különbség van hal és hal között? Biztos, hogy van különbség, mert ez a hal igazából sokkal erősebb volt, mint az előző. Hogy mi az oka, azt nem tudom megmondani, de hatalmas élmény volt ez is, mint az előző harcsa, amit sikerült megfognom. Akkor, hogy a hal erősebb volt, ez volt az oka, hogy mikor érkeztünk, akkor már vizes voltál, már megfürdetett téged? Ez a mai hal, ez megfürdetett engem, igen. Bele kellett mennem érte a vízbe. Sokszor a fába kapaszkodtam meg, mert majdnem elhúzta a kezemből a botot, de szerencsére voltak ott olyan erős fágak, hogy meg tudtak tartani a hallal együtt. De nem bánod? Nem bánom. Egyáltalán nem bánod? Nem bánom egyáltalán. Hogyan tovább? Te keresed őket tovább? Továbbra is ugyanúgy keresem ezt a fajta harcsállományt, ami jelenleg ezeken a partszakaszokon megtalálható a közeljövőbe, és szeretnék én is idézőjelben még nagyobb halakat fogni, mint az előző sporttársam, akinek sikerült megfogni egy csodaszép harcsát. Mikor történt az akasztás? Mikor volt a kapás? Az akasztás az körülbelül a délelőtt folyamán fél tízkor kapott a hal, és körülbelül 10:45-kor sikerült megfognom a halat. Sporttársad, aki a nagyobb halat fogta, ő egy igen erőteljes kapásról számolt be. Ez a hal hogy táplálkozott, hogy támadta meg a felkínált horgon lévő csalit? Ez a hal ez úgy táplálkozott jelen esetben, hogy mikor lelógattam a felszerelésemet a megfelelő helyre, láttam, ugye azáltal láttam a halnak a jelenlétét, és egy hatalmas rablással, szívással eltüntette az úszót, és megindult befelé a bevágás után. Akkor ez a hal is befele indult, a nyílt víz felé? Igen, befelé indult meg a nyílt víz felé, és húzta az orsomról a zsinorton. Muszáj volt engedni, máskülönben ugye lehet, hogy akkor nem tudtam volna megfogni, hogyha nincs a megfelelő mennyiségű zsinor a dobomon. Te partról vetted ki mind a két kapitális harcsádat, a Gyula pedig csónakból. Ez megnehezítette a te dolgodat, hogy partról kellett ezt kivenned? Ez megnehezítette a dolgomat már csak azért is, mert rátekeredett az egyik bokornak az ágára, és ezért be kellett mennem érte a vízbe. És igazából csónakból annyiból előnyösebb a fárasztás, hogy igaz, hogy mélyebb vízben, nagyobb erőt tud egy nagyobb testű hal kifejteni egy mélyebb vízben, minden sekélyebbe, de a lényeg az, hogy rátekerte magát, és be kellett mennem érte a vízbe. Megkérdezem ugyanazt, mint az előző halnál, hogy mikor tudtad, hogy ez a hal mérete körülbelül mekkora lehet? Csak a kapás pillanatban tudtam azt, hogy mekkora ez a hal. Igazából semmi olyan hangot nem adott ki magából, amit szokott, tehát nem rabolt, egyszerűen csak rárabolt az én úszomra, és akkor hallottam, hogy ez a hal sem úgymond 50 kiló alatti. És a kapás pillanatában ezt már tudtad is. Ezt már tudtam. Ismételten gratulálok neked. Köszönöm. Ez egy gyönyörű hal kifogáshoz, üsszengeréshez, és ugyanazt mindegy hete, hogy további sok sikert kívánok. Köszönöm neked. Szépen, köszönöm. Még beszélgessünk itt. Remélem, hogy lesz rá lehetőség. Köszönöm.